Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával 10 olyan játékost mutatunk be nektek, akiknek az érkezése minden bizonnyal segítene az újjáépülés előtt álló FC Barcelona együttesének mihamarabbi fellendítésén, és akár tapasztalatukkal, akár játéktudásukkal, akár pedig a bennük rejlő potenciál kiaknázásával elősegítenék a katalán klub régi fényében való tündöklését. 10. Alex Grimaldo. A 31 éves Jordi Alba vészesen közelgő kiöregedésével és a tavalyi év folyamán az ő pótlására érkezett Junior Firpo csalódást keltő játékával számolva, az FC Barcelona vezetőségének lassan el kell gondolkodnia egy új bal hátvéd érkezésén, és mégis ki lenne jobb választás, mint egy olyan játékos, aki 7 éven át nevelkedett a La Masia labdarúgó akadémiáján. Alex Grimaldo a felnőtt csapatnál való játék lehetőség hiányában inkább az eligazolás mellett döntött, és a Benfica együttesénél kezdte meg profi pályafutását, ahol 2016-os váltása óta könnyedén beilleszkedett, és azóta is csúcsformában teljesít Portugália legnépszerűbb csapatában. A mindössze 25 éves védőben viszont mind az úgynevezett Barca DNS, mint pedig a kellő tapasztalat megvan ahhoz, hogy megérje visszacsábítani a katalán fővárosba, hiszen hosszú évekre megoldaná a bal hátvéd szerepének kérdéskörét. 9. Thomas Partey. Ha van a Barcelona keretében egy olyan pont, ahol viszonylag rendben van a csapat, akkor minden bizonnyal a középpálya jut legelőször az ember eszébe, hiszen a tavalyi év folyamán az Ajax együtteséből 70 millió euró fejében érkező Frenkie de Jong a lehető legjobb alapot szolgálja az újjáépítéshez, és a fiatal spanyol nevelés Riqui Puig is látszólag könnyedén illeszkedett be a csapatjátékába az előző szezon második felében. A két fiatal mellett tökéletes egyensúlyban van a Sergio Busquets és Miralem Pjanic által alkotott veterán duó, azonban Arturo Vidal és Ivan Rakitic távozásával egy újabb nagy munkabírású, 90 percen át robotolni képes középpályásra is szüksége lesz a katalán együttesnek, aki olykor-olykor nem sajnálja bepiszkolni a kezét a sok művész között. Ennek a feladatnak az ellátására pedig véleményük szerint senki nem lenne alkalmasabb, mint az Atletico Madrid 27 éves megbízható, ligán belül is bizonyított középpályása, Thomas Partey. 8. Eric Garcia. Gerard Piqué lassan kibontakozó kiöregedésének és Samuel Umtiti sérüléseinek következtében egyre inkább megerősítésre szorul a csapat védelmi sora középen is, hiszen az idő előre haladtával csupán a csapat harmadik számú belső védőjének vett Clément Lenglet tűnik maradandó opciónak a klub számára. Ezt orvosolná a katalánok vezetősége még az idei átigazolási szezon folyamán Eric Garcia visszaszerzésével, aki 2017-es távozását megelőzően 9 évet szolgálta a Barcelona akadémiáján, így nyújtva tökéletes megoldást a védelem megfiatalítására. A jelenleg a Manchester City csapatában játszó 19 éves védőt maga Pep Guardiola emelte az angol klub felnőtt keretébe, azonban a spanyol sajtó értesülései szerint a játék lehetőség biztosítása és a megadott bizalom ellenére Eric Garcia szívesen hazatérne nevelő egyesületéhez, hogy a katalánoknál teljesítse be karrierjét. Jövőre lejáró szerződése pedig mindenben kedvez ahhoz, hogy a Barcelona egészen jutányos áron vásárolhassa vissza Eric Garcia játékjogát. 7. Dayo Upamecano. Azonban ha egy igazán nagy durranás és az elkövetkezendő 10 év egyik legjobb védőjét szeretné elhódítani nagy bevásárlás alatt a klub, akkor mindenképpen körül kell nézni a Németországban, ahol az RB Leipzig fiatal védője Dayo Upamecano fénysebességgel robog afelé, hogy ő legyen korosztálya legmeghatározóbb neve és a francia válogatott védőfalának alapembere. Upamecano szinte mindenben tökéletes választás lenne az FC Barcelona számára, hiszen a csupán 21 éves játékosnak a megkérdőjelezhetetlen játéktudása mellé már most rengeteg nemzetközi tapasztalat párosul, így gyenge kora ellenére egy kész játékosként tudna megérkezni honfitársai Samuel Umtiti és Clément Lenglet mellé a védelembe. A mértékadó Transfermarkt.com által 60 millió euróra becsült védőnek a megszerzésére ugyancsak jövőre lenne valós esélye a Barcelona vezetőségének, azonban már csak azért is harcba kellene szállni a Upamecano játékjogáért, mert egybehangzó sajtóértesülések szerint a klub legnagyobb riválisának, a Real Madrid együttesének kívánságlistáján is az előkelő helyen tanyázik, a Lipcse fiatal titánja. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tikitaka TV egyetlen friss videójáról sem. 6. Adama Traoré. Listánk 6. helyezettjének Alex Grimaldo és Eric Garcia történetéhez hasonlóan az FC Barcelona elhagyása után sikerült felépítenie a karrierjét, hiszen Adama Traoré összesen 11 évet töltött el a katalán klub kötelékében,
hogy több mint egy évtizedes hűségért cserébe csupán egy alkalommal kapjon szerepet a felnőtt csapatnál. A 2015-ben távozó spanyol szélső végül az angol másodosztályból küzdötte fel magát a Premier League egyik legismertebb nevévé, a Wolverhampton Wanderers húzó embereként, mindeközben közel 40 millió euróra tornázva fel becsült piaci értékét. Az évek során felszedett rengeteg tapasztalatának és izomtömegének hála, mára már sokan úgy vélik, hogy Adama Traoré nyers ereje, robbanékonysága és váratlan cselei azok, amik a legjobban hiányoznak az FC Barcelona tarsolyából, ahol azóta nincsen igazi széljáték, amióta Neymar 2017 nyarán úgy döntött, hogy Lionel Messi árnyékából kilépve a Paris Saint-Germain együttesénél folytatja karrierjét. 5. Christian Eriksen. A dán játékos helyezése sokakat meglephet ezen a listán, azonban ha figyelembe vesszük a játékos képességeit, tapasztalatát és a régi nagyálmát, hogy a két spanyol gigász egyikének színeivel léphessen pályára, akkor úgy véljük, hogy az emellé társuló csekély vételárat figyelembe véve Christian Eriksen tökéletes megoldást nyújtana a pénzszűkében lévő katalán csapat számára. A 28 éves középpályást hosszú évek óta hozzák már szóba a Real Madrid és az FC Barcelona együtteseivel, azonban míg a királyiak keretében Fede Valverde és Martin Ødegaard is átütő szezont futott, addig a gránátvörös kékeknél Philippe Coutinho érkezése és rövid távú bukása után sem merült fel a dán középpályás leigazolása. Pedig Eriksen számai magáért beszéltek az évek folyamán, passzpontossága, kulcspasszai és gólpasszai mind-mind kiemelkedőnek számítottak az európai élmezőnyben, így sokak számára hatalmas csalódást jelentett, hogy végül csak az Inter csapott le a lejáró szerződésű játékosra, ahol viszont fél év alatt kevésnek bizonyult Antonio Conte brusztolós, rengeteg ütközést felvállaló középpályáján. A 28 éves játékosban minden adott, hogy megfelelő társakkal a háta mögött átvegye a karmesteri pálcát Lionel Messi kezéből, így levéve a terhet a csapat legendájáról, hogy az újra minden erejével a gólszerzésre tudjon koncentrálni. 4. David Alaba. A friss Bajnokok Ligája és Európai Szuperkupa győztes játékos előkelő helyét magyarázni sem kell, hiszen pont abban a bombaformában játszó Bayern Münchenben számít kirobbanthatatlan alapembernek, amely 8-2-es megalázó győzelmével bevitte a végső ütést a nemzetközi porondon évek óta gyengélkedő Barcelona számára. Német sajtóértesülések szerint azonban a bajorok 28 éves játékosa nem elégedett a Bayern München vezetőség által kínált szerződés hosszabbítás feltételeivel, így a nagyobb fizetés reményében akár már az idei átigazolási szezon folyamán nyomott áron elhagyhatja Németországot. Az osztrák játékos a hírek szerint akár a katalán klubot sem zárja ki következő állomásaként, így pedig a Barcelona több legyet üthetne egy csapásra, hiszen David Alaba egy igazi Jolly Jokerként funkcionálva a pálya meg annyi részén bevethető lenne a középpályán és a védelem különböző részein egyaránt. 3. Neymar. A nagy közönség véleménye szerint minden akkor kezdődött elromlani Katalóniában, amikor 2017. augusztusában a brazil szélső távozásával felbomlott Európa és talán a futballtörténelem legerősebb csatársora, az MSN-ként rövidített Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar támadó trió. Az akkor még csupán 25 éves játékosért kifizetett 222 millió eurós csekkel a zsebében a Barcelona végül nem tudott mit kezdeni. Sem a Borussia Dortmundból elcsábított Ousmane Dembélé, sem pedig a klub 160 milliós rekord igazolásának számító Philippe Coutinho nem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. Neymar visszatérte nem véletlenül van terítéken azóta is minden átigazolási szezonban, hiszen a francia lapok szerint a brazil játékos sem elégedett párizsi csapata teljesítményével, és Lionel Messi közelgő visszavonulását követően ő lehetne az FC Barcelona legnagyobb húzóneve, aki köré friss csapatot építenének a klub jövő tavasszal megválasztott friss vezetői. 2. Lautaro Martinez. El Toro, azaz a Bika. Az Inter 23 éves csatárát nem véletlenül becézik így a futball berkeiben, hiszen a csupán 174 centis és 75 kilós Lautaro Martinez bármelyik két méteres védővel szemben is megvadult bikaként harcol csapata góljáért, felvállalva így bármilyen kemény ütközést a győzelem érdekében. Az FC Barcelona vérszomjas csatárának Luis Suáreznek a friss távozását követően a katalán klub számára semmi nem lesz fontosabb, mint az uruguayi támadó minél hamarabbi minőségi pótlása, hiszen a januári átigazolási szezon folyamán 18 millió euró fejében érkező Martin Braithwaite jelenléte finoman szólva sem nyújtana megnyugvást a gránátvörös kékek szimpatizánsainak. Ellenben Lautaro Martinez a milánói csapat színeiben bebizonyította, hogy már most mindent tud, amiért a katalán fővárosban megérné kinyitni a pénztárcát, hiszen az argentin bika a Serie A-ban való remek szereplése mellett a nemzetközi porondon is képes volt maradandót alkotni. Az előző BL kiírás halálcsoportjában 6 mérkőzésen 5 góllal vette
vette ki a részét a kiélezett küzdelemből, többek között az FC Barcelonának is betalálva. Első, Erling Braut Haaland. Amennyiben ezt a listát tavaly állítottuk volna össze, Lautaro Martínez első helye megkérdőjelezhetetlen lett volna az összeállításunkban. Azonban 2019 őszén Erling Haaland jött, látott és győzött. Az akkor még csupán 19 éves norvég tini páros lábbal rúgta be az európai élvonal ajtaját, és a Red Bull Salzburg játékosaként 6 BL csoportmérkőzésen 8 gólt szerezve vált közönség kedvencé, olyan csapatokat is kitönve, mint a Napoli vagy a címvédő Liverpool együttesei. Szoboszlai Dominik csapattársának kétkedői azonban akkor tűntek el véglegesen, amikor Haaland a téli átigazolási szezon folyamán klubot váltott, és a Borussia Dortmund együttesénél ugyanúgy szemrebbenés nélkül folytatta ellenfelei védőinek riogatását, mintha mi sem történt volna. 15 mérkőzésen 13 gólt és 3 gólpasszt számlálva. Erling Braut Haaland mindent tud, amire az FC Barcelonának szüksége van. Elképesztő testi adottsága és kiemelkedő labda nélküli mozgása révén szinte bármikor helyzetbe tud kerülni, hogy ezt követően úgy értékesítse zicsereit, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, miközben szemtelenül fiatal életkorát figyelembe véve azt sem zárhatjuk ki, hogy ő lesz a következő generáció legmeghatározóbb játékosa. Ez volt tehát a 10 játékos, aki jobbá tehetné az újjáépülő Barcelonát című videónk. Szerintetek ki az a játékos, akit mindenképpen meg kellene szerezniük a katalánoknak? Írjátok meg a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára!